Brožek drámája az emigránsok húsba vágó és lélekbe markoló kérdéseket feszeget a hazájukat különböző okokból elhagyó emberekről. Valahol idegenben egy föld alatti pincében élő értelmiségi figura és egy munkás sorsát mutatja meg az előadás a szabadság és a rabság kérdéskörét járva körül felvillantva az emigrációs lét fájdalmas igazságait. Ennek a darabnak tíz évvel ezelőtt álltunk neki először, akkor nagyon aktuális volt, aztán nyolc évvel ezelőtt játszottak utoljára, és akkor most úgy éreztük, hogy tulajdonképpen az aktualitásából ezelőtt az évtized alatt semmit sem vesztett. Az én karakterem az XX, ez egy nagyon egyszerű munkás ember. Úgy képzeljük, hogy egy vidéki kis településről utazott ki külföldre a gyakorlatilag egy végletek embere, tehát ö, nagyon igényei sincsenek, kizárólag pénzt keresni ö, utazott külföldre, tehát egy napja az gyakorlatilag abból áll, hogy föl kell, elmegy melózni, utána hazamegy, eszik, alszik. A, az elnyomatás a szellemi rabság elől menekülve emigrált hazájából, hogy hivatását, a gondolkodás művészetét szabad filozófusként gyakorolhassa. XX-et a pénzkeresés reménye hajtotta a vendégmunkások közé. Én olyannak képzelem, ezt a, a karaktert, hogy otthon szerintem egy darabig próbált tenni dolgokat, próbált változást elérni, hiszen ő író, tehát valószínűleg volt rálátása és valamilyen szintű beleszólása mondjuk a kulturális életbe, illetve bármilyen közbeszédbe, valamilyen minimális szinten legalábbis. De aztán én azt gondolom, hogy egy idő után feladta. Tehát rájött, hogy úgysem tud megváltoztatni semmit, vannak ráutalások, hogy talán a, el is lehetetlenítette a hatalom, és úgy dönt, hogy távozik és megpróbál új életet kezdeni. A párhuzamos magányban élő két ember sorsának ábrázolása közben az író valójában egyik figurának sem ad teljes mértékben igazat, hol az egyik, hol a másik igazságát érzi erőteljesebbnek a néző. A darab ma is aktuális, amikor világjelenségként éljük meg, hogy az emberek sokasága más országban igyekszik jobb életreményében boldogulni, új identitást találni.